A kurva, hogy te bassza meg! Ó, hogy milyen nyomorék idő van, bazd meg! Hello, felfedezők! Újra itt állok, mint régen, ugye abban a séfes videóban. Szóval gondoltam, hogy összerakom nektek ez a vlog videó erejéig ezt a beszélgetős, főzős, rappelős videót, mert már sokan kérdeztétek, hogy hol vagyok, mi van velem. Úgyhogy, ja, most főzni fogunk, mert éhes vagyok, meg kell főzni a levest. Gáz. Hármasan jó lesz. Beletöltjük. Na hát, egyébként nem tűntem el, srácok, továbbra is videózok. És köszönöm mindenkinek, hogy az én csatornámat választotta, meg mindenkinek, aki hozzájárult, most már 700 feliratkozóval rendelkezik a csatorna, ami azért már tényleg jó szám. És azért is durva, mert ugye 1000-nél lesz majd külön kiadásos videó. Úgyhogy erről ennyit. És hát ugye most itt a vlogban megpróbálok nagyjából a kérdésekre válaszolni, mik voltak a kérdések. Ugye, hát azok a kérdések, amiket Facebookon írtatok nekem, szóval értek. Na hát a leggyakrabban ismételt kérdés, hogy nem pörögnek úgy a videók, mi van velem. Hát nincsen velem semmi, csak ugye mostanában sportolok, és egyébként sportolok, és amúgy 19 kilót adtam le súlyban, tehát ettől kövérebb is voltam. De ez csak azt tudja, aki régebben követi a csatornán a munkásságomat. Hát rengeteget dolgozok, még így koronavírus mellett is van munkám, dolgozok, edzek, meg hát ugye videózok veletek, amit. Tehát lényegében most csak 3 dolgot soroltam fel, úgyhogy ezért nem könnyű. Tehát, értitek? És a másik nagyon ismételt kérdés, hogy lesz reakció videó, ha jól emlékszem. Azt kérdeztétek sokan. Hát gondolkoztam rajta, hogy legyen-e reakció videó, vagy ne legyen reakció videó, de nem tudom. Igazából az sem minősül olyan egyedi dolognak, de ugye most, hogyha több feliratkozóval rendelkeznék, akkor tőlem bármit megnéznétek. Csak hát, ja, van, amit megnéztek, van, amit nem. Szóval így hirtelen nem tudom, hogy mire van igény. Na hát ugye kérdeztétek hogy azt is, hogy most milyen videók lesznek, mire vagyok ráállva. Hát most megint a paródia lesz, mert hál' Istennek az egyik paródia most beindult, tehát megvan a létszám, fel vannak véve a hangok, már csak össze kell vágni. Úgyhogy semmi egetrengető dolog. Úgyhogy igen, aki érdekel, aznak elárulom, hogy most paródiák lesznek, amiben sajnos szintén erős emberhiány van, szóval ki gondolja, hogy szeretne jönni szinkronhangnak, mert ugye ezt többen csináljuk, az nyugodtan jelentkezzen Facebookon. Tehát Facebookon felvesz, és akkor nyugodtan megbeszéljük, és akkor jó lesz az, ha jó, ha nem jó, ismeritek a mondást. Na elkészült a leves, és hogyha már rappet írtam oda, tehát a vlog videóba, akkor ideje bemutatni azokat a rap dalokat, vagyis rap szövegeket, amit sajnos nem tudtam kiadni, pedig videóklipre terveztem volna őket, de mindegy, most rappelünk egyet, úgyhogy gyertek velem. Ha menjük is a szövegért, aztán rappelünk alapra szépen. Erről ennyit. Kinyomtattam őket, aztán adjuk is elő, mert ez így működik, így igazságos. Na szóval. Ez az az alap. Hozom a formát, mint mindig. 2-21, de a szöveg csak 2-0-20-as. Éjjó, éjjó. Mindjárt jön a représz. Motherfucker. Megérkeztem bátyja a gettóból jöttem, a csúszom mászófélgekre, én mindig nagyot köptem. Változik a világ, de nem számít semmit, az maradok, aki voltam, nem változok semmit. Nem elég, hogy változik, de még el is rohan, 2 taszol és már is, 2-0-20 van. De ne gondolkodjunk előre, csak 2 napot tovább, hogy kenyér legyen az asztalon, legfontosabb a család. Megkerestem a vagyonom, és még én vagyok a csicska, a verebekkel foglalkozni bűncselekmény volna. Sose voltam bűnöző, de mondtam már egy dalban, bűntársad és sose leszek, takarodj a faszba. A fal az
szavazás is jól megy. Nem vagyok besugó, nem kötök a zsaruknak, inkább bekusolok. Megyegették az üzletek, feketén-fehéren, az engem nem érdekel, csak a pénz, amit te remjel. Ez egy német youtuber, mégis magyarul regél, és a rappem is ütő, szóval figyelj kis legény. Felépítettem a csatornám, a válságnak vége, 2020-a, YouTube-ozás éve. Új fogadalma, hogy videókat gyártsak, nyugi nem a profit, csak gödj örömöt is lássak. Alaptalan vádat, aki tök fölös sem elni, furcsán vagyok őszint, ezért nem kell eltemetni. Most a túlpapolom, szinte levegőt sem veszek, még nem mutattam, hogy tudom, szóval ezért repelek. Könyökömből tolom én a rutint és a szakmát, nyelven mit forgatom, mint a karmester a szabját. Fél éves volt a válság, de újra talpon vagyok, rossz véleményt írható, de úgyis leszarom. Mert akik felé fordultam, azok mindig a spanok, már annak is örülök, ha egy lájkot megkapok. Hát bizony, bizony, viszont van itt nekem még egy szöveg, már egy másik alapra. Yeah, ez az élet. Toljuk. Második szöveg itt a vlogba, a sárkánytól. Figyeld! Kimentünk a telepre és megláttuk, hogy repülnek. Gondoltam, hogy oda megyek és tolok én is egyet, yeah. Beálltam, hát cimborám, kapom most az ívet, hiszen én a szöveget tolok, hogy megüti a szívet. Na de várj, tesó, tekerd vissza azt az alapot, mert nem mondtam meg végig, hogy milyen, ha meghaladom a stílot. Ami nekem ingyen se kell, mivel nálam szent a vér, amit te lopod mások imidzsét. Jó hallottad, bátya, eremben szent a vérem, ha mégis stílus kéne, akkor úgy is szépen kérem. Mert nem követem a másiknak a Tróger példáját, hogy csak stílus lopnak át, milyen a hazám Magyarország. Térjünk rá a kormányra, hogy náluk mi a helyzet, még mindig sokat lopnak el és átbasszák az ember. Rohadt macsok politikusok az adóiból éltek, a kezedet levágnám, aztán szádban nyomnék mérget. Ezek óta toljátok a hazudós dumákat, ne csodálkozzatok, a mindannyian utának. Sok minden jót ígértetek már a magyar népnek, rabszolgatörvény ugyan, hol jó ez kérem. Ennyi gyerekek, hát mi folyik itt mi legyen, Szabolcs vagyok én is, de a nyakadat kitekerem. Bla, 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 bla. Innen már nincsen szöveg, mert csak ennyi volt. Na, köszönöm, hogy itt voltatok velem ebbe a videóba, és ha tetszett, akkor like, komment, feliratkozás. Utólag érkezni fogom még a paródiákkal, és szerintem úgy ennyi a jövőre tekintve, és ja, tehát hogyha valaki akar szinkronnak jönni, akkor nyugodtan keressen fel engem Facebookon. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok velem, sziasztok!